Első hazai bajnokiát játszotta az FTC férfi kézilabda csapata a téli szünetet követően. Horváth Attila fiai a náluk 10 ponttal többet szerző, a tabella 7. helyén álló egrieket fogadták az Elek Gyula arénában, ahol NB1-es meccset majd 2 hónapja nem látott már a publikum. Sikerre éhezett tehát a lelátó, és sikerre éheztek a srácok is, ezt már a mérkőzés első pillanatától érezni lehetett. Bár papíron tán a vendégek tűntek a találkozó esélyeseinek, pálosék remekül kezdték a meccset, magabiztosságukat a bal szélső által elvégzett 7 méteres is tükrözi. Ekkor a 8. percben jártunk, és 4-1 villogott az eredményjelzőn. A Fradi gyors támadásokkal és kőkemény védőjátékkal operált, utóbbinak köszönhetően a 11. minutumban már a harmadik 2 percét kapta a gárda. A különbség ennek ellenére tovább nőtt. Emberhátrányban előbb Ben Milud, majd Pálos volt eredményes. A vendégekben a Veszprémet is megjárt Orosz Afritulin és Szabó Péter próbálta tartani a lelket, de örülni maximum 11-11-es állásnál tudtak az első félidő vége felé, hisz ezt követően a Fradi egyszer sem engedte ki kezéből a vezetést. A játékrész végül 13-11-jel zárult. Aztán hiába kezdte a második 30 percet góllal az Eger, a Ferencváros és Bújdosó Bendegóz sebességet váltott. A másfél perc alatt 3 találatot szerző szélső vezérletével egy 6-1-es szériát produkált a hazai alakulat. Nem csoda, hogy Tóth Edmond rövid idő alatt 2-szer is időt kért, ám mindezt hiába tette. A vendégek az ára 20 percben gyakorlatilag végig 7-6-ban támadtak, a Fradi azonban állta a sarat. A védelem Ben Milud vezérletével végig jól működött, Bújdosó a második játékrészben 7, összesen pedig 10 gólt szerzett, ezzel felnőtt karrierje legjobbját produkálta. Pálos Gábor 4, Pordán Bálint és Marcinkó Máté pedig 3-3 góllal vették ki részüket a sikerből, de némi kuriózumként betalált mindkét hálóőrünk is. A Sluszpoint a 17 évesen az NB1-ben debütáló Kovács Roland szolgáltathatta volna, ám az ő nagy pillanataira még egy picit várni kell. Szerencsére a csapat már egyre gyakrabban kényeztet minket ilyenekkel. Most például az NB1 17. fordulójában az Egert verték 30-25-re. Mikor volt utoljára 10 lőtt gólod bajnoki meccsen vagy tétmeccsen? Még nem volt. Talán Serdlőbe vagy Ifibe, de ott sem vagyok benne biztos, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, viszont hozzá kell tennem, hogy a csapat nélkül, a kapus teljesítmény, a védekezés, a srácok nélkül ez soha nem jöhetett volna össze, úgyhogy köszönöm szépen nekik a segítséget, a gólpasszokat, a sáncot, a védést, úgyhogy nagyon-nagyon nagy nap az életemben, mai nagyon boldog vagyok. Nagyon sokat szenvedtetek, ha jól sejtem, a felkészülés során, meghajtott titeket alaposan Horváth Mester, ez most annak az eredménye? Igen, nagyon napi 2 edzés, futás, kondi, után labdás, és meghaltunk, tényleg vért izzadtunk a felkészülés, a Liga Kupa meccseken is, de úgy vagyok vele, hogy megvan az eredménye. Hétről hétre mind a Budakalász is egy lépcsőfok volt, amit sikerült teljesítenünk részsikerbe, ott a támadásban lőtt gól, ma viszont a védekezésbe óriásit lőttünk, vagy nőttünk föl, és a támadásban ugyanazt a színvonalat hoztuk, úgyhogy ez a horriféle új lendület, szépen lépcsőről lépcsőre megyünk fölfele. Volt egyébként, hogy pont éreztél olyat, mert már az elejétől kezdve azért szórtak ki a játékvezetők, volt 2-s emberhátrány is, szimpla emberhátrányban is elég sokat játszottunk, és hát rohantunk tényleg előre-hátra. Ezzel készültünk, hogy 2-t cseréltünk ugye már a legelején, hogy a védekezés legyen kőkemény. Sárgalap 2 perc belefér, de legyünk kőkemények. És egy kicsi holtpontot az első félidő felénél éreztem, amikor visszajöttek talán 1-re, vagy volt X is, már nem emlékszem pontosan, de jól kezeltük, újra el tudtunk lépni, a félidőben rendbe rakta Hori a fejeket, és a másik félidőben egy új szint tudtunk hozni, amit már az Eger nem tudott tartani, és ezt végig tudtuk vinni. Melyik volt az a pillanat, vagy meg volt az a perc, amikor megnyugodott? Tegnap a játékoknál volt a foci érintős, 4-5 játék volt, ott éreztem a csapatba az erőt, a lendületet, ott már éreztem, hogy ma nem lehet más, csak 2 pont. A védekezésünk összeállt, amit most már gyakoroltunk másfél hónapja, az most nagyszerű volt, Támadásban vannak még olyan dolgok, de az is azt mondom, hogy jó úton haladunk. Úgyhogy jó irányba van a csapat, érzi azt, hogy mit szeretnék, meg érzi a súlyát a feladatnak, hogy mi a cél. A cél a bennmaradás, és nem sok meccset veszthetünk, nagyon rossz a sorsolásunk, úgyhogy idegenből is kell olyan pontokat hozni, ami nem beszámítható, de meglepetéseket kell okoznunk, igen. Ha már a meglepetéseknél tartunk, hát a papíron nézzük, akkor ez most egy meglepetés, vagy egy bravúr győzelem volt. Ön így érzi ezt? Nem gondolnám, hogy ez egy bravúr győzelem volt. Én úgy gondolom, az otthoni mérkőzéseket az első 4-5 csapat kivételével az itthoniakat mindet kéne hoznunk. Ez kevés van, mert még a Komló van itt, ami elérhető mérkőzés, mert a többi a Veszprém, Szeged, Tatabánya. Azt hiszem a többi mind idegenben van, úgyhogy nekünk csak meglepetést kell hozni, hogy bent tudjunk maradni. Amikor ideigazolt, min kellett legelőször változtatni, vagy mit látott akkor a csapaton? Hát én úgy éreztem, hogy a kondicionálásban nagyon gyengék voltak, alul voltak edzve, azon kellett lendíteni, másfajta edzéseket. Az első másfél hét arra ment, hogy lelkileg visszahozzam a játékosokat, hogy elhiggyék azt, hogy ők jó játékosok, nyerni tudnak. Most ezt a másfél hónapot arra használtuk föl, hogy kondiba, futásba, erőlétbe fölhozzuk őket, és mellette a taktikai elemeket jó begyakorolva, pontosságra kértem, meg a védekezés álljon össze, ami ma úgy érzem, hogy maximálisan összeállt, és amit kértem, azt maximálisan megcsinálták, úgyhogy le a kalappal a csapat előtt. Igen, egy teljesen új szemlélet, egy sokkal agresszívabb védekezésbe, labdacentrikus területzóna védekezést hoz, ami ennek a csapatnak fekszik, és úgy gondolom a csapat nagyon jó vevő rá, és ez most ki is jött. Ilyen kevés lőtt gólon az Egert azért nem sok csapat tartotta, és támadásban mindenképp rohanós kézlabdát szeretne, de amit a csapat elbír. Tehát nem eszetlen, pontatlan kézlabdát, hanem így a csapatra rászabja azt a tempót, amit mi bírunk, viszont az 60 percen keresztül vinni kell, és rányomni és az ellenfélre, és most láthatjuk a második félidőben megragyott az Eger, mi pedig végig bírtuk. Egy záró kérdés, bajnokin hazai pályán még veretlen önnel a Fradi, most jön a Veszprém, nem tudom mennyivel fogunk nyerni. Hogy jó X-et kihozunk már nem rossz, de egy tisztes eltállásba kiegyeznék, úgyhogy Veszprém ellen mindig öröm játszani, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy jó meccset fogunk játszani mindenképp.